felülvizsgálná a bankok arcátlan díjait a Mi Hazánk mozgalom. Az elkövetkezendő napokban minden lakossági banki ügyfél fog kapni egy tájékoztatást, melyben a bankja, a pénzszolgáltató egy teljes körű tájékoztatást, díjkimutatást fog nyújtani arról, hogy milyen költségeket számolt fel az elmúlt egy évre vonatkozólag. Ezek a költségek lehetnek számlavezetési, kártyahasználati, tranzakciós díjak is. Sokak megrökönyödnek majd a végső számokon. Ezekből tisztán kiszűrhető, hogy valójában mennyi plusz költséget is jelent az emberek számára, hogyha a bankok kezelik a pénzüket. De vajon meddig élősködhetnek a magyar emberek pénzén a bankok? Az Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint is drága a magyar bankolás, különösképpen a magas tranzakciós illetékek és a magas díjak miatt. A tranzakciós illeték és annak áthárítása miatt sokkal, legalább a harmadával is magasabbak a banki díjak, mint amekkora tranzakciós illeték nélküli egy versenyző piacon lenne. A kormány nem titkolt célja a készpénz használat visszaszorítása, ezeknek a díjaknak a minimalizálása pedig elősegíteni ezt a célkitűzést. Nem látszott sarcolásokat várunk el a magyar emberek pénzéből, nyomorából élő bankok ellen bevezetni, mint ahogy azt tette a kormány a első hullámban, a járványhelyzetben, és csak névlegesen vettek ki a részüket a válságkezelésből a bankok, mivel a rájuk kivetett adó visszafizetésre fog kerülni majd. A Mi Hazánk mozgalom ezért szorgalmazza, hogy mielőbb ténylegesen sújtsanak le a bankokra, és a különféle díjakat, költségeket minimalizálják, illetve kötelező érvénnyel töröljék el azokat.